kereskedelmi csoport, amely egyedül képviseli a saját nemzetiségét, és nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívásukat, ugyanis román táncosok, román néphagyományt fogunk látni a színpadon. A Nyisztor-György hagyományőrző néptánc együttes 1947-ben Mélkeréken román népi együttes néven alakult meg, és azóta megszakítások nélkül működik. Természetesen az ő céljuk is a román hagyományok megőrzése. Ugye Mélkerék, tudjuk, az egyik olyan település, ahol szinte 100%-ban román ajkúak élnek, és a történelem viharában Magyarország. És magyarokká állnak, de hát a hagyomány a legfontosabb, és ők a román hagyományaikat büszkén vállalják és őrzik, és ez így van rendjén. Ennek az együttesnek volt híres tagja Nyisztor György, akinek halálakor 97-ben az együttes felvette a nevét, ezzel jelezve az iránti érzett tiszteletet. A kísérőzenek a híres primása, a Mékeréki Kovács Rivadarból, mindketten a népművészet mesterei, a Mékeréki néptánc és népzene fáradhatatlan művelői népszerűsítői. Hát itthoni sikereiket leginkább romániai sikerek egészíti ki, de részt vettek több közép- és nyugat-európai folklórfesztiválon, Palma de Mallorcán és Montreux-ben néptánc világfesztiválon. Legnagyobb sikerünknek tekintik, hogy még a magyar televíziós féle 1993-as Kimiktu döntőben második helyezést értek el, valamint a hévízi népek tánca, népek zenéje, országos Kimiktu elődöntőjében az egyik legmagasabb pontszámot kapva jutottak el ide a döntőbe. No, hát a mai műsorunkban a Lázsok című koreográfiát láthatják, amelynek Mékeréki lánytáncok, páros és legényes táncokat mutatnak be. Az együttes koreográfusa Paki Zoltán, kísér a Kovács zenekar, Paki Zoltán prim, hegedű, Kovács Pál, Péter kontra és Pap László nagybőgő. Az együttes vezetője Nete György. Hölgyeim és uraim, fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel a Mékeréki hagyományőrző néptáncot.